Vancouver, BC, Canada. Ripeto, la voce del Vangelo. Box 69 366, Vancouver, BC, Canada. Che Dio vi benedica. Hungarian from 1480 CKER. Szeretettel üdvözlöm a CKER Rádió magyar nyelvű műsorának hallgatóit. Adásunkat minden vasárnap fél egytől egy óráig sugározzuk az 1480 kHz-en, valamint a 94,7 MHz frekvencián. A műsorvezető szerkesztő Bíró Zsigmond. Ma 1991. december 8-a van, advent második vasárnapja. A hírolvasó Bíró Ágnes. December 3-án a délelőtti órákban földrengés észleltek Magyarország délkeleti részében, Békésben és Szeged környékén. Károkról nem érkezett jelentés. A földrengés központja a román-jugoszláv határvidék környékére tehető. A Nyugat-Európai Unió fontolgatja, hogy megfigyelőket küldjön a magyar-jugoszláv határra annak az ellenőrzésére, megsértik-e Jugoszlávia felől a magyar légiteret. Jelenleg mintegy 40 ezer menekült tartózkodik Magyarországon, közölte a magyar határőrség szóvivője, majd hozzátette. A jugoszláv hatóságok ígéretük ellenére még most sem kezdték meg a magyar határ közelébe telepített aknazár felszerését. Ukrajnában az elmúlt heti népszavazás eredményeként határozat születik arról, hogy Kárpátalja, ahol mintegy 160 ezer magyar él, megkapja a különleges önkormányzati státuszt, amit az ukrán alkotmányban is rögzítenek. A Budapesti Városvédő Egyesület december 2-án sajtótájékoztatót tartott, amelynek egyik elnöke Katona Tamás. A külügyi államtitkár beszédében jelezte, hogy az alapítványnak célja nemzetünk nagyai sírjainak az ápolása, nyilvántartása. Az alapítvány könyvformájában is megjelenteti az összegyűjtött adatokat. Kijevben december 2-án megnyit Magyarország ukrajnai nagykövetsége, amely az első magyar külképviselet az új köztársaságban. A diplomácia kirendeltségről szóló jegyzőkönyvet Házi András főkonzul és Anatoly Blenko ukrán külügyminiszter írták alá. Bukarestben kedden megkezdte tárgyalásait a Magyarországgyűlés külügyi bizottságának küldöttsége, amely többek között találkozott a Román Parlament Emberjogi és Kisebbségi Bizottságának tagjaival. Hírösszefoglalónkat a Magyar Rádió jelentése alapoztuk. A Magyar Kultúrkör Mikulás délután rendez a Magyar Házban ma délután 3 órakor. Minden gyereket, szülőt, rokont szívesen látnak. A rendezvény után süteményt, kávét, teát szolgálnak fel. A Kultúrkör örömmel fogadja a süteménykészítő hölgyek szívélyes fáradozását. Segítsen ön is süteményével a rendezvényen. Igen, a gyönyörű Budapest. Szeretnéd most olcsón utazni Pestre? Ha igen, és miért ne? Hívja a Lihos utazási irodát. Repülőjegye csupán 1155 dollárba kerül, így 200 dollárt megtakarít, ha Lihos Travelshez fordul. Varsóba vagy Prágába pedig 1175 dollárért repülhet. Ne habozzon, hívja a Lihos utazási irodát a 426-34-95-ös telefonszámon. Ha a déli országokba hajtana utazni, arról is részletes felvilágosítással szolgál a Lihos Travel. 426-34-95. Yes, we can, Canada! You don't have to be an economist to understand that without a skilled workforce, a country's standard of living will drop. And given today's competitive environment, the need to improve our skills has never been more critical. Through training and education, we are better able to compete in the job market and help make Canada more productive. One person who made a difference is Yvonne Cowan of Regina. I was unemployed. I decided that if I did want a job, and especially a good paying one, I would have to upgrade myself in computer skills. I did. I took a 3-month mini refresher, and on the very last day of my schooling, I was offered a job.
By investing in job training, everyone wins, individuals and companies alike. And that means a more prosperous future for us all. Yes, we can. Pénteken, december 13-án este 7 óra 30 perces kezdettel a Magyar Házban Cifra Nyomorúság címmel filmvígjátékot vetítenek, melynek szereplői Simon Erzsi, Urai Tivadar, Májgerő, a zeneszerző Ábrahám Pál. Hello, I'm Larry Pasula from Consumers Distributing. I'd like to ask you an important question. Is your child getting something for Christmas? Some children won't get a gift this year unless you join with us and support CKER's Toys for Tots campaign. Every year, children in our city find an empty tree. But together, we can change that for many boys and girls. Please leave an unwrapped toy at any Consumers Distributing store or at CKER Radio. We hope you will have a merrier Christmas knowing you supported Toys for Tots. This message is brought to you by all of us at Consumers Distributing with Toys for Tots Depot citywide. Heti kalendárium. 1060. december 6-án Béla herceget Székesfehérváron megkoronázzák. 1405. december 6-án Kanizsai János esztergomi érsek Székesfehérváron királynévá koronázza a Cilei Borbálát, Zsigmond király második feleséget. 1639. december 3-án első Rákóczi György és Máté Bászáráb szövetséges csapatai győzelmet aratnak a törökök és Lupumoldvai Vajda felett. 1709. december 5-én Eszterházy Antal gróf Kuruc tábornagy feladja a Dunántúlt. 1736. december 5-én Rákóczi József herceg, az elhunyt második Rákóczi Ferenc fejedelem fia Rodostóba érkezik, és átveszi a kuruc emigráció vezetését. 1793. december 3-án megalakult Aranka György erdélyi magyar nyelvművelő társasága Kolozsváron. 1848. december 6-án a Pesti Váci úti ágyűöntő műhelyben készítették el az első 6 darab 6 fontos ágyút a szabadságharc számára. 1851. december 6-án Kossuth Lajos megérkezik New Yorkba. 1911. december 8-án nyílt meg Budapesten a Népopera, a mai Erkel Színház. 1918. december 2-án a román hadsereg megszállja a Marosvásárhelyt. 1918. december 3-án Vix alezredes, az Antant hatalmak budapesti katonai missziójának vezetője jegyzőkönyvben követeli a magyar kormánytól a felvidék kiürítését és átadását Csehszlovákiának. 1930. december 3-án megnyitották a Nemzeti Sportuszodát, Hajós Alfréd alkotását a budapesti Margit szigeten. 1941. december 7-én beáll a hadi állapot Magyarország és Nagy-Británia között. 1942. december 5-én a Budapesti Nemzeti Színház bemutatja Márai Sándor Kassai Polgárok című darabját. 75 éve, 1916. december 5-én hunyt el Németországban Richter János karmester. 1853-ban a bécsi udvari zenekar karénekese lett, majd 1867-ben Wagner ajánlására a Müncheni Operaháznál karigazgató, majd karmester. 1871-ben visszatér Budapestre, ahol a Nemzeti Színház karnagyaként működik. 1876-tól újra Németországban van, mint az ünnepi játékok egyik népszerű vezetője. 1897-ben Manchesterben telepedik le, mint karmester működik. Működése utolsó éveinek kiemelkedő eseménye Bartók Kossuth című szimfonikus költeményének manchesteri bemutatása. Nyugalomba vonulása után Németországba költözött, ahol 73 éves korában hunyt el. 70 éve, 1921. december 3-án hunyt el Kecskeméten Mátyás János szülőnemesítő. A Kassai Jogakadémia elvégzése után Abaúj vármegyéhez került, mint főispáni titkár. Munkácsi József műépítésztől eltanulta a szülőnemesítés fortéjait olyannyira, hogy 1873-as bécsi világkiállításon válogatott csemege szőlőfajtáinak gyűjteményével első díjat nyert. 1881-ben átvett Andrássy Gyula gróf szőlőtelepének igazgatását. 8 év múlva a filoxéra elől Katona Zsigmond hívására áttelepítette szőlőtelepét Kecskemétre, a katonatelepre. Mintegy 1300 új szőlőfajtát nemesített, melyekkel világhírt szerzett. Matyás János 83 éves korában hunyt el. Zenés műsorunk előtt néhány rövid közlemény. Az éter hullámain köszönjük a Magyar Kultúrkör és egy régi hallgatónk Lanterbach István rádióműsorunknak küldött anyagi támogatását.
Továbbá tudhatjuk hallgatóinkkal, hogy január 19-én lép harmadik évébe az általunk szerkesztett magyar műsor. Megkérjük Önöket, hogy műsorunkkal kapcsolatban írják meg véleményüket, mi tetszik és mi nem műsorunkban, mi hajtanak hallani, hiszen a műsor színvonala nem csak a szerkesztőtől, de Önöktől, a rádióhallgatóktól is függ. Kapcsolódjanak be tehát műsorainkba. A címünk CKIR Hungarian Program 200-6005 103 Street Edmonton T6H2H3. És mivel közeleg a karácsony, vegyék igénybe zenés üzenet műsorunkat. Szívesen teljesítjük hallgatóink kérését. Zenés üzenet esetén megkerüljük legkevesebb két dalt megnevezni. Ezzel kapcsolatban írhatnak a rádió címére, vagy hívják a szerkesztőt a délutáni órákban a 461-5147-es telefonszámon. Köszönjük figyelmüket! Hogy bankócsi történt, zsingenet, zsingenedet.